3T. A kulturális podcast. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű kulturális podcastünk, ismételten Pion Istvánnal, Mucsicska Lászlóval, a vendégünk pedig Nagy Pál Orsi. Sziasztok! Nagyon-nagyon jó kis ősztülünk, mert gyakorlatilag hetente jön egy-egy új magyar film a mozikban. Ugye legutóbb a Svetje Mihálynak a Remélem legközelebb sikerül meghalnod Smiley elnevezésű filmje kapcsán beszéltünk egy első filmről, és most Orsival is egy első filmről, ugyanis a Nyitva, ami moziba kerül, esetedben is a legelső nagyjátékfilmed. Ugye eddig azért csináltam már egy csomó mindent, tehát azután, hogy Londonban végeztél sulit, hazajöttél, kisjátékfilmeket készítettél, sorozatokban vettél részt, a Terápiában az HBO-nál, és az MTV-ben pedig kettőt, a Tóth Jánost és a Csak Színház és Más Semmit. Igen. Hogyan jutottál végre el oda, hogy nagyjátékfilm közelébe kerülsz? Nem gondoltam volna, hogy ez ennyi ideig fog tartani, így ahhoz képest, hogy mikor végeztem. Mikor végeztél? Hát pont ezen kezdtem el gondolkodni, hogy 2008-ba mentem ki, vagy akkor jöttem haza? 2010-ben jöttem haza. 2010-ben volt kisjátékfilmed a Szemlén. Arra emlékszem, az utolsó Szemlén... Sőt, nekem duplán. Igen, két kisjátékfilmed volt a Szemlén. Duplázással robbantam. Na, akkor tényleg 10 év munkád van ebben. Igen, igen, tehát hogy a film suliba 10 évvel ezelőtt iratkoztam be. Igen, de az ugye egy rövid iskola, az 2,5 év. Tehát mondhatjuk azt, hogy 8 évem betellett, mire ideig eljutottam. Hát ez nem volt egy könnyű menet, de most állt össze minden egyszerre úgy, ahogy kellett. Hát ez nagyon sok minden nem rajtam múlik. Tehát nem csak azon múlik, hogy én nekem van-e olyan forgatókönyvem, vagy én készen állok-e rá, hanem azon is nyilván, hogy a finanszírozók mikor szavaznak nekem bizalmat. Te hamarabb készen álltál volna rá? Nem tudom. Nem tudod. Nem tudom. Az az igazság, hogy én annak nagyon örülök, hogy ezt a filmet, ezt ennyi sorozat után csináltam. Hosszú évekkel ezelőtt, amikor még csak kisjátékfilmjeim voltak, én akkor eléggé rettegve gondoltam rá arra az ugrásra, amit ilyenkor meg kell tenni. Tehát, hogy egy 10-15 perces formátumhoz már az ember úgy abból megy belejön, hogy 3-4 kisjátékfilm után, de ahhoz is kell 3-4-et csinálni szerintem, hogy úgy igazán érezd az egészet. És aztán innen elméletileg rögtön azonnal bele kéne tudni csapni a lecsóba, és rögtön 90-100-110 percest. Ez egy óriási nagy ugrás valójában a kisfilm és a nagyfilm között, és én mindig azt mondtam mindenkinek, hogy én baromira irigylem az előző-előző generációs rendezőket, akik tévéjátékokat rendeztek. Az 50-54 perceseket, igen. Orba szájba annak idején a magyar televíziónak, amikor még ez a rendszer működött, ilyen háromfalas díszletekben, tök jó színészekkel, irodalmi adaptációk, tehát jó alapanyagokból, és hogy szerintem ez egy csodálatos gyakorlási terep lehetett. Most azon kívül, hogy egyébként mindenki szerette ezeket nézni, meg a színészeket innen ismerték sokan, de hogy ez egy tök jó gyakorlási terep. Szóval, hogy én ezt nagyon irigyeltem az előző generációtól, hogy nekik ez megadatott. Én féltem attól, hogy lehet megugrani azt, hogy tehát ez fizikailag úgy néz ki, hogy 3 nap helyett kell forgatni, mondjuk 30-at. És arra felkészülni, ez egy teljesen más lépték. Szóval én azt gondolom, hogy így, hogy túl vagyok ennyi sorozaton, volt olyan esetben, 136 napos forgatást kellett, ha nem is minden nap rendeztem én, de vezető rendezőként, ugye én vittem a Tóth János első évadát, és szóval én azt gondolom, hogy azok után, hogy azt megtanultam menedzselni, az időmet, meg az energiáimat abban a sorozatban, onnantól kezdve gondoltam azt bátran, hogy na jó, akkor jöhet a nagy játékfilm, tehát hogy most már ezt bírni fogom. Viszont nem annyitva volt az első film tervet, hanem nem bizony. A balatoni tenger alatt járó. Azt mikor adtad be, az miért nem készülhetett el? A Balatoni tenger alatt járó című filmet azt közvetlen a suli után kezdtem el írni, és szerintem amint lehetett pályázni a frissen megalakult film alaphoz, ami nyilván ilyen 2011-2 lehetett, ugye ott volt egy több mint 2 éves teljes leállás 2010 után, amikor sehova se lehetett pályázni. Igen, még megszűnt az NKL, de még nem volt meg a film alap. Na hát az eléggé betett egy csomó, tehát aki akkor jött ki akkor ugye az egyetemről, én akkor jöttem meg Londonból, és mind ott álltunk, hogy tök jó.
nincs hova menni. Egyáltalán nincs finanszírozás. És ugye az volt igazán a baj, hogy senki nem tudta megmondani, hogy meddig tart ez az állapot. Mindig azt mondták, hogy 3 hónapig tart. Nyilván, hogyha én akkor tudom, hogy ez 2 évig fog tartani, akkor lehet, hogy kerestem volna magamnak arra 2 évre valami egyéb elfoglaltságot. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy én ez alatt az idő alatt elkezdtem külföldre pályázni azzal a filmtervvel, és számomra is meglepő módon nagyon sok helyre beválogatták ilyen fejlesztő workshopokra azt a filmtervvel. És én egy csomó nagyon jó helyen voltam, nagyon, tehát remek szakemberek kezei közé kerültem, és nagyon sokat tanultam a forgatókönyv írásról még pluszban, és ugye közben fejlődött a projekt is. Tehát én már túl voltam 3 fejlesztő workshopon, mire a film alaphoz be lehetett adni a könyvet, és ők egész egyszerűen nem haraptak rá. Elmondod röviden, hogy miről szólt? Hogy miről szól, az nagyon röviden, az egy 80-as évek közepén a Balaton partján játszódó történet, amiben egy 10-11 éves kisrác szemszögéből nyerünk betekintést a 80-as évek balatoni nyarainak címmelfrejes NSZKNDK családi sztorikba. És az volt a történet, hogy ez a kisrác, aki nagyon várja az apját, hogy ő is érkezzen meg a Balatonra, ő azt képzeli, hogy biztos azért nem jön meg, mert titokban egy tenger alatt járóban kutat és figyelés dolgozik. Mi pedig tudjuk, hogy az apja diszidált, és ezt mindenki titkolja előle. És miközben ez történik, közben volt egy másik szállamében egy ilyen DKNSK családegyesítés próbált megzajlódni a lángos büfék között fecskében. Meg még stázi ügynök, meg ilyenek. Szóval én nekem a 80-as évek közepe az egy eléggé izgalmas kor, és én azt gondolom, hogy erről még bőven van mit filmben feldolgozni. Németországban ezt szimbólumok mentén nagyon szépen meg is csinálták, szinte az egész művészeti élet ezzel foglalkozott a 90-es években. Mint tudom, nálunk mondjuk a TV Maci menne nagyot, mint szimbólum, ők ezt ugyanígy végigjátszották, a Trabantok, ez az anyám kínjáig mindennel. Nálunk ez teljesen kiesett. Igen. Igen, hát ők valóban, hogy ott az egész filmnek az egyik ilyen kiindulása egy kiállítás volt, amiben képeslapokat. Onnan indult az egész, balatoni képeslapokból. Szóval, és én ezt láttam, nekem ez borzasztóan tetszett, nekem egy csomó német barátom van, meg német-magyar, meg vegyes házasság. Szóval ez a Balaton, meg a német szálhoz, ez több szálon kötődöm, megbeszélek németül, szóval, hogy én így annak idején ezt is jól lekutattam, valami sokat olvastam utána, meg néztem dokumentumfilmeket, amiket ők tényleg rendesen feldolgozták ezt a kort, és amikor a Berlinálira beválogatták a projektet a Co-Production Marketre, akkor ott óriási volt a német érdeklődés, tehát gyakorlatilag az összes német csatorna ott állt előttünk, hogy legyen ez, beszállunk. Nagyon sok jelentkező volt a koprodukcióra, csak ugye amíg Magyarországról nem kaptunk pénzt, addig őket nem tudtuk élesíteni, és Magyarországról nem kaptunk pénzt. Az az érdeklődés, amivel én akkor kint találkoztam, és az a lelkesedés, ami tényleg... Én akkor úgy éreztem, hogy baromi nagy érdeklődés, tényleg komoly érdeklődés van. Az itt, akkor itthon senkit nem hatott meg. Ilyenkor, amikor külföldön fejlesztesz egy forgatókönyvet, és ennyire ráharapnak, akkor ezek a produkciós cégek adnak neked mondjuk szándéknyilatkozatot arról, hogyha mondjuk Magyarországról érkezne pénz, akkor ők beszállnának? Van ilyen, igen. Ezt lehet kérni, igen. És ez nálad fent állt? Ide is jutottunk el. Mivel mindenkinél az volt, hogy a magyarországi forgatás, tehát 50%+1%-ot itthonról kell finanszírozni, hiszen itt van a helyszín. Amíg nem tudunk felmutatni 50%+1%-nyi magyar pénzt, addig ők tehetetlenek. Ennyiben maradtunk mindenkivel. Szerintem még egy picit maradjunk külföldön. Miért Angliában tanultál filmezni? És milyen különbséget látsz az angliai és a magyar oktatás között úgy, hogy nem tanultál itthon? Hát igen, így nehéz. Én az SFA-ről csak sztorikat hallok a többiektől, a barátaimtól, akik oda jártak, szóval, hogy így nehéz összehasonlítani. De hogy miért Anglia? Nagyon egyszerű, talán 2 oka van. Az egyik, hogy beszélek angolul, a másik meg az, hogy mindenféle véletlenek folyamán az én nagyon jó barátaim, akik egyébként mind külföldiek voltak és itt éltek ebben az országban, Magyarországon,
És volt egy év, amikor mindenkit áthelyeztek Angliába, vagy ott kapott munkát. Szóval egyszer csak egy szép sorba egyenként elköltöztek a legjobb barátaim Londonba, és én meg nagyon egyedül éreztem magam itt, és nagyon nem találtam a helyemet, és azt gondoltam, hogy akkor éppen egyébként is azt gondoltam, hogy sürgősen helyváltoztatásra van szükségem, és munka, és tehát ugye én akkor ügynökségi producerként dolgoztam reklámügynökségnél, akkor már 5 éve, és nagyon azt éreztem, hogy ennek, hogy ebből elég volt, szóval, hogy más is érdekel, és én arra is gondoltam ott, hogy muszáj tanulnom, tehát hogy én azt gondoltam, hogy bár akkor már volt 2 gazdasági diplomám, de hogy tehát én nagyon beleszerettem a filmezésbe, így a reklámfilmeken keresztül, mint gyártási producer, de többet akartam tudni a film nyelvről, és jobban meg akartam érteni, hogy mit is csinál a stáb. És azt gondoltam, hogy ennek egyetlen egy módja van, tanulni kell. Tehát én mindenképp azt eldöntöttem, hogy tanulni fogok, és azt is eldöntöttem, hogy elmegyek egy darabig Budapestről. És jött a levél Londonból, hogy menjek oda. És ott voltak olyan tanáraid, akik mondjuk így számunkra is ismertebb nevek, vagy olyan osztálytársaid, akikből lett valaki? Hát a Mike Lee volt ő az elnöke, vagy fú, nem tudom, hogy mi a titulusa. Na mindegy, szóval ő a főmuftija a London Film Schoolnak. Jó, mondjuk ők pont egy jó nevével. Az ő nevével szokás így menőzni, és ez azt jelenti, hogy hát ő tartott nekünk egy-két ilyen szemináriumot, de igazából nem is az volt a hasznos szerintem, mert ugye ő elmesélte, hogy ő hogy dolgozik, de hát ahogy ő dolgozik, úgy senki más nem fog tudni dolgozni, tehát hogy ja, hogy így fél évre elvonul, és az, akkor fél ő próbálgat a színészeivel. Hát fél évre megkapja a színészeket és a helyszínt, és ezt kifizetik. Hát igen, így a világon nincs rendező, aki rajta kívül így dolgozna. Erre mondtuk, mi ott mind ültünk, és mondtuk, hogy ez nagyon jó, nagyon tetszik, csak hát ez egyikünk se soha az életben nem fogunk ennek a közelébe kerülni, ennek a luxusnak. Ugye ez még az előző generációnak, és ő ezt még így vihette. De nem ez volt a lényeges, hanem az, hogy a London Film School rendszerében 3 havonta mindenki forgat kis játékfilmet. És a 3 hónap végén van egy 1 hetes kipakolás, amikor az iskola minden diákja és tanára, és egy csomó külső meghívott, beül a kis moziterembe, ami volt a sulinak, és mindenki kis filmjét végignézzük az összes osztályban. Beül a kínpadra, és akkor mindenki elmondja, hogy ez miért volt szar. És akkor ez úgy néz ki, hogy lemegy a film, utána a teljes kis táp kiül a színpadra a vászon elé, és végighallgatja. És akkor ezt úgy szoktuk hívni, hogy ez mészárszék. Szóval, hogy az brutális. És ugye ez egy héten keresztül zajlik, 3 havonta, mert olyan sok film készül el. Tehát tényleg mindenkinek kell rendezni, mindenkinek minden szerepbe ki kell próbálnia magát. Tehát, hogy én is ültem a kint a színpadon, nem csak rendezőként, hanem hangmérnökként, vágóként. Akkor ez a képzés valójában úgy zajlott, hogy ez egy ilyen összfilmes képzés volt, tehát kvázi bármi lehetett volna belőle, operatőrtől kezdve hangmérnökön át rendezőig bármi. Igen. Aha. Igen, ez egy filmkészítő kurzus, vagy hát egyetemi végzettséget az egyébként, tehát az MA, filmmaking. És te a diplomádat valamilyen minőségben, ami egy film, természetesen filmmel diplomázol, én író-rendezőként diplomáztam. De ha akartam volna, akkor operatőrként vagy vágóként is diplomázhattam volna. Hozzáteszem, hogyha operatőrnek mentem volna, akkor azért azt hiszem, hogy még valamilyen egyéb suliba is. De ismerek olyanokat, vagy voltak olyanok az évfolyamból, akik azóta operatőrök lettek, és mondjuk és rendezők és akartak lenni, amikor oda mentek. Mindenki rendező akar lenni az elején. Mindenki rendező, tehát a 20-valahány főből, amiből összesen talán 16-an, 18-an maradtunk benn, az egy nagy osztálynak számított, tehát ennél sokkal kisebb osztályok is voltak. Neked nyilván van lemorzsolódás. Mindenki rendező akar lenni az elején, én egyébként nem. Tehát, hogy én ezt nem tudtam megmondani, ezért is volt szimpatikus az LFS, hogy nem kell megmondani, hanem hogy pont az érdeket, hogy mindent ki kell próbálni egyszer, legalább. Menet közben, amilyen impulzusok érik az embereket, tehát volt olyan, aki például közölte 3 kis játékfilm rendezése után, hogy ő azért nem lesz rendező, és azért akar vágó lenni, mert neki semmi kedve nincsen hülye színészeket is tápolni, és hogy itt mindenki rinyál, és hagyják már békén. Viszont úgy gondolja, hogy nagyon jól tudja megítélni az alakítás minőségét, és ez a vágásnál nagyon jól jön. De hadd ne kelljen élő emberrel igaziból konfrontálódnia, és akkor lett belőle vágó, ami nem azt jelenti, hogy nem kell élő emberrel konfrontálódnia, de lényegesen kevesebb emberrel találkozom vágóként, mint rendezőként.
Pont a filmmuftival, a rendezővel kell konfrontálódnia. Igen, igen. Hát meg ott aztán mondjuk van egy olyan hierarchia, amiben előbb-utóbb is az van, amit a rendező mond. Azt nagyon nehéz lehet elviselni, igen. Szerintem. Hogy nekem fordítva történt, én menet közben vettem észre azt, hogy engem leginkább az érdekel, hogy a színészekkel dolgozzam, és plánozzak az operatőrrel, tehát hogy engem ez érdekel az egészből a legjobban, és hát akkor ez a rendezői munka. Az világos volt számomra, hogy gyártani, mivel én akkor már elég sokat dolgoztam életes, az, hogy gyártani tudok, az nem is nagyon akartam producerkedni a suliban, mert gondoltam, hogy minek, de voltam kameraoperatőr, fővilágosító, vágó hangmérnök, a legnagyobb bukásom az a mikrofonos. Mindig belógott a mikrofon. Hát én nem bírom megtartani, tehát hogy eleve túl alacsony vagyok hozzá, ugye? Másrészt meg hát ez izom, tehát hogy én ezt nem tudom megtartani. Tehát amikor valaki odarakott engem egy ilyen 6-7 perces dialóg jelenetet, akkor én ott úgy éreztem, hogy ott fogok meghalni, és kész. A másik nagyon nehéz munka az a fókuszpuller. Tehát aki az élességet húzza, borzalmasan nehéz meló tényleg, és amikor utána ülsz a vetítőben, és mi még filmre forgattunk, tehát én csak akkor tudtam meg, hogy mit húztam, amikor visszajött az anyag a laborból, és befűztük, és elkezdtük közösen együtt a kis osztállyal nézni. És ott ülünk, és süllyedek el a szégyenemben, mert az anyag minimum felett tökéletlen, de hogy teljesen életlen, használhatatlan kuka, tudod, és így tudod, így ülsz, és tudod, hogy én most mindenki másnak a munkáját elrontottam azzal, hogy rosszul mértem, vagy rosszul húztam az élességet. Ez a legnagyobb stressz, hát én nem tudok ennél nagyobb stresszt a filmkészítésben, mint a fókuszpuller, úgyhogy minden elismerésem a fókuszpullereké, elképesztően nehéz, borzalmasan nehéz meló. De visszatérve Mike Lee-re, mert onnan indultunk, szóval az volt a legjobb az egészben, hogy ő mindig ott volt ezeken a 3 havonta egyszer esedékes vetítéseken, és végigült el, és mindenki kis filmet végignézett, és ugye sorba mentünk, hogy mit tudom én, kezdte a kommentelést a hang osztály, aztán az operatőr, aztán a vágó, aztán így tudom én, és mindig a végére volt hagyva Mike Lee, nyilván. És mindenki tudta, hogy mindenféle technikai dolgok elhangzanak addig, meg itt valaki elemez szövegizét, sztorit is, meg izé, jó, meg forgatóan külön forgatókönyv szakosztály, nyilván ők azt. De az igazi nagy tuti az az, amikor a Mike Lee elkezdi kielemezni a kis játékfilmedet, és ezek a legelső szánypróbálgatásoktól kezdve, és kíméletlen őszinteséggel, de hogy ott nem, tehát hogy nem volt jó fejkedés, vagy nem tudom. Szóval ott nem ritkán sírva jöttek le emberek a színpadról, de hogy igazából meg szerintem tök igaza volt, hogy őszinte volt, mert ebből lehetett jókat tanulni. Engem minden egyes alkalommal lehúzott a fenébe. Első alkalommal a diplomafilmemnél nem ez történt. Akkor viszont számomra is nagyon meglepő és szívmelengető módon azzal kezdte az egész kis elemzését, az értékelését, hogy hát ez egy nagyon érett munka. És ő gratulál, és én akkor akkor ez maga volt a csoda, és azt gondoltam, hogy na végre. Ezért dolgoztál. Végre valahár, ez az első, ami valami átvegy, tudod. És nagyon dicsérte a Borit, a Péter Fibori volt a főszereplő, és nagyon tetszett neki, úgyhogy... Még akár bármi lehet. Bármi. Ugye azt elmondtad, hogy egy ilyen interregnum állapotban kerültél haza, uh-huh. És utána a tenger alatt járónak mi lett a sorsa, tehát a film alapnál próbálkoztál. Hát az elsüllyedt. Az rögtön el is süllyedt. Hát az, nem, az egy, bevették, kaptunk minimális pénzt fejlesztésre, pont annyit, hogy még egy évig életben maradjon a projekt, és aztán utána végleg elbúcsúzzunk tőle. Végleg elbúcsúztál tőle? Hát, én most úgy érzem, hogy igen, de ki tudja. Tehát, hogy létezik egy ilyen forgatókönyv, amit én nem olvastam el most már évek óta, úgyhogy azt sem tudom, hogy milyen. Hogy jutottál el a nyitváig? Hát, ezután, a kudarc élmény után úgy láttam, hogy nagyon hamar el kell kezdenem írni egy másik forgatókönyvet. Egész egyszerűen emésztendő ezt a kudarcot, vagy ezt a veszteség, vagy gyász folyamatot segítendő, ami ilyenkor ugye elindul. És ott én azt határoztam el, hogy mindenképpen olyan történetet fogok írni, ami itt és most játszódik, tehát már is olcsóbb, mert ugye a Balatonnal az is baj volt, hogy drága. Tehát valójában az nem egy ideális első film, mert valójában az egész kosztümös. Csak hát mit tudtam én mindenről annak idején. Szóval, hogy érdemes olyan filmmel kezdeni, ami itt és most játszódik, lehetőleg kevés szereplője van, kevés... Tehát ez így is indult, hogy nagyon kevés szereplő, nagyon kevés helyszín,
könnyen leforgatható, ez volt a célkitűzés, úgy akkor legyen ez, aztán más kérdés, hogy aztán egyre több szereplő lett, meg egyre több helyszín végül, de hogy ez volt indulótunk, ez volt a szándék. És hogy, és engem nagyon foglalkoztatott ez a téma, és egész egyszerűen akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor mi lenne, ha ebből írnék valamit. És az pedig egy ilyen kihívás volt számomra, hogy, hogy mi lenne, hogyha ez egy műfaji film lenne. Mert azért azt lehetett érezni a film alaptól, hogy ők jobban örülnének műfaji filmnek, hogy annak nagyobb esélye van. És akkor gondolkodtam, hogy jó, műfaji film, milyen műfajt tudok magamhoz elképzelni. És a romantikus vígjátékot én kedvelem, mint műfajt. Szerintem hát most ugye reneszánszát éli a sorozatokban, meg az indie filmek között. A stúdiók azok lemondtak róla egy ilyen 10-15 éve, de hát mindegy. Tehát szerintem lehet ezt úgy csinálni, hogy mégiscsak frissebb és igazabb legyen, és mai szemmel nézhető, vagy érdekes. De szóval nekem van egy csomó kedvenc filmem a listámon, amik egyébként romantikus vígjátékok, szóval... Hát amik a legnyálasabb, tehát amik az igazán, mert most persze mondhatom, hogy Annie Hall, tehát hogy Woody Allen, jaj, de jó, de hogy nem tudom, mennyire hívhatjuk egyébként tényleg romantikus vígjátékok, az Annie Hall-t azért talán inkább mégse, de hogyha az igazán bevállalós amerikai, meg a Harry Met Sally, tehát hogy az is hivatalosan talán romantikus vígjátéknek minősül, de valahogy... Mégse az. De ami igazán rendes, nyálas, romantikus vígjáték, és nagyon szeretem, az egyik az a My Best Friend's Wedding, ami ráadásul Julia Roberts, tényleg, szóval így a mindenestől romantikus vígjáték, abban csodálatos jelenetek vannak, egy csomó olyan dolog van, amit én nagyon szeretek, szóval nem lehet ezt jól csinálni. És igazából annak az is egy súlyos dráma, ha belegondolsz, hogy mi történik abban a filmben, valójában miről szólt. Oda megy valaki széttrolkodni egy esküvőt, és én neki szorítsak. Szóval, hogy itt ez egy izgi felállás valójában. Szóval, hogy én azt gondoltam, hogy én ezt bevállalom, én szeretem ezeket, szóval ez szerintem van ebből jó. Vagy az Aludj csak én álmodom, amit szintén nagyon kedveltem annak idején. Pedig ez is milyen beteg sztori már. És akkor gondoltam, hogy na jó, akkor nyilván nem olyat fogok csinálni, tehát hogy nem ezt a fajta, mert ez szerintem ennek már leáldozott, ennek a fajta stúdió, hollywoodi, klasszik szerkezetű romantikus vígjátéknak, de hogy láttam olyan vígjátékokat, vagy romantikus vígjátékokat, amikben szerintem van valami így manapság. És hát van benne dráma. Mindenben van dráma, de dráma nélkül nincs vígjáték. Tehát, hogy... Igen, az működik igazán, és a Nyitvában pont, hogy nagyon sok dráma van. Igen? Én azt éreztem, hogy alapvetően ez egy dráma vígjáték elemekkel. Inkább megfordítanám ezt a szituációt. Kommentálom a hallgatóknak, Orsi most éppen a levegőbe ötözött, hogy igen. Igen, de nem, ez egy romantikus vígjáték, így kell eladni. Jó, add el így, de én nem így láttam. Nem, ez egy dramedi. Igen. Nem, de ez nagyon okosan van építve, ezt akartam mondani, amikor a szavamba vágtál, hogy valójában tényleg úgy kommunikálod, vagy kommunikáljátok, mint hogyha ez valóban egy romantikus vígjáték lenne, de igazából ez egy olyan párkapcsolati problémát jár körbe, amit valóban vicces elemekkel tarkítasz, és mondjuk volt benne egy pár nekem sztereotíp poén, de hogy ennek ellenére meg éreztem benne azt az ízt, hogy egyébként az életben is hasonlóképpen zajlanak ezek a dolgok, hogy valamennyire humorral állunk ehhez, hogy valahogy egy ilyen párkapcsolati mizériát megoldjunk. Úgyhogy ez well done. Köszönjük. Ha filozofálni akarunk, akkor én végig azt éreztem, hogy nyomva vagyok, és azt néha a humor feloldja, nem pedig az, hogy röhögök, és abban néha van valami dráma. Tök jó. Szóval ez nekem nem tetszett. Én ennek örülök. De egyiket műfaját tekintve, na most nem, azért, nem akarom az ebet kötni a kalóhoz. Szerkezetileg, tehát nekem az is kihívás volt, és akkor én tényleg azt gondoltam, hogy na, akkor tényleg nézzük már meg, hogy tudok-e én romantikus vígjátékot írni. Tehát, hogy a műfaj, ez az egyik legkötöttebb műfaj. Az, hogy forgatókönyv szempontból, tehát hogy a 15. oldalon meg kell történjen az akciófilm is nagyon kötött műfaj, tehát hogy az amerikai rendszerben mindennek nagyon pontos, mindennek már tudjuk előre a hosszát. A dramaturgiája az nagyon fix, de a romantikus vígjátéknak aztán különösen az. És ennek is nagyon utána olvastam, meg direkt kipróbáltam, hogy mi lenne, ha tényleg követném a klasszikus szerkezetet. Tehát, hogy rengeteg verziója volt a forgatókönyvnek, mire idáig eljutottam, és volt egészen más állapotai voltak ennek a filmnek. De hogy én akkor azt gondoltam, hogy én ezt a kötöttséget, amit a műfaj ad, hogy akkor ezt használjuk ki.
hogy akkor ez ne gát legyen, hanem inkább egy ilyen kreatív ösztönzés, hogy ezen belül vajon mit lehet csinálni, mik azok a pontok, amiket esetleg mégiscsak ki lehet hagyni, vagy meg lehet cserélni, vagy... És aztán persze a végeredmény nem egy klasszik szerkezetű romantikus vígjáték lett, bár egy csomó pontig az egyébként. Tehát, hogyha most is fel kéne rajzolni az íveket, meg a vonalakat, meg pont középen van, amikor... Tehát tényleg van midpoint, szóval, hogy mondjam, ezeket én nagyon figyeltem és tartottam. Alapvetően ez jellemző a 21. századi művészet irányaira, hogy mindenhol megpróbálnak nyitni a műfaji ügyekre, csak azok legyenek jól megcsinálva. Tehát, hogy az irodalomban a ponyva, az legyen, nyugodtan legyen ponyva, csak legyen jól megírva, legyen jó a sztoria, élvezze az ember, nyelvileg is kapjon valamit, képzőművészetben Banksy, legyen jó az, amit csinál, és mindenki értse azt, amit csinál, de mégis műfaja legyen. Az egy graffiti. És mindenhol ez megy, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen elefántcsontorony ledöntő kis évtizedecske, vagy évtizedecskék, és tágul egész egyszerűen a művészet határa. Ez tök jó, hogy így mondod, ebben még nem gondoltam bele, de abszolút. De lehet, hogy ez azért is van, tehát tényleg az, amit mondasz, az elefántcsontorony, tehát hogy azért a művészetnek egy csomó része nagyon eltávolodott az átlag fogyasztótól. Most muszáj ezt a szót használom, mert van, aki néző, van, aki hallgató, van, aki befogadó, tehát hogy így általánosságban oké, nevezzük őket átlag fogyasztóknak, és tőlük szerintem a bizonyos, tehát a kanonizált művészetnek egy jelentős része borzasztóan távolra került, mind a filmművészetben, mind a például a képzőművészetben, de akár gondoljunk, most volt ez a tök jó cikk a kortárs zenéről. Mindegy, szóval, hogy ezek, ez igaz tényleg, és akkor lehet, hogy ennek ellenében most indult egy ilyen másik ilyen folyamat. És picit akkor beszéljünk arról, hogy mi a film sztoria. Ez egy párkapcsolati mizériát jár körbe, van egy hosszú évek óta együtt élő pár, akinek a szexuális élete eléggé romokban van, nagyon beleszürkültek ebbe a kapcsolatba, és hát azért így már a leendő nagyobb problémáknak az előszelem már így megérkezett. Mi volt ehhez az inspiráció? Van-e ebben személyes szál, egyszerűen érdekelt a téma, mégis mi volt az, ami beindított? Ha másból nem, akkor az életkoromból adódóan, ezek mindennapos ismert helyzetek nekem is, és a környezetemben élő embereknek is. Tehát, hogy szerintem 30 fölött ezekkel a helyzetekkel mindannyian nap, mint nap találkozunk. Meg még egy csomó olyan helyzettel, amit szintén felhoz a film. Tehát, hogy már meg kéne állapodni, már el kéne dönteni, már meg kéne... Gyereknek kéne lenni. Igen. Tehát, hogy ezeket a nagyon-nagyon-nagyon súlyos, komoly felnőtt döntéseket meg kéne hozni, ezeket össze-vissza halogatjuk, stb. Tehát, hogy nyilván nem kellett messzire mennem ahhoz, hogy inspirálódjak. Az én életem is nyilván inspirálja a filmet, és rengeteg mindenkinek az élete, aki a környezetemben él és mozog. Én szeretek mindenféle ilyen társadalomtudományi kutatásokat is olvasni. Szabadidőmben. És így... Klasszik bölcsész. És... Hozzáállás. Soha nem jár cvingeklubba. Én nagyon alaposan szoktam kutatni egyébként. Tehát akkor a film miatt volt el cvingeklubban. Én nagyon alaposan szoktam kutatni. Jó, tehát én a terápia miatt elkezdtem terápiára járni annak idején például. Tehát, hogy ott az az első dolgom volt. Szóval azt gondolom, hogy ha már valaki valamiről filmet csinál, akkor azt... Nézze meg a mélységeit. Csak színház miatt elkezdtél színházba járni. Hát a csak színház az annyira nekem egy teli találat volt, érted? Én az nálam az egész őrület onnan indult, hogy én diákszínjátszó voltam a gimnáziumban. Szóval nekem... Az, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, van kedved forgatni 3 hónapon keresztül egy színházban az összes létező kulisszák mögött mindenhol az öltözökbe, a büfébe, és mondja, persze, hogy van, hülye vagy. Tehát, hogy így nagy színházrajongó vagyok. Na mindegy, szóval, hogy persze, egyrészt sok kutatást olvastam mindenféle ehhez kapcsolódó témáról, női szexualitásról, a monogámiáról, annak történetéről, mióta vagyunk mi monogámok, ha egyáltalán azok vagyunk, stb. Meg hát rengeteg embert kérdeztem ki ez ügyben, hogy kinek milyen saját privát sztoriai vannak. Szóval nem volt nehéz sztorikat kiszedni emberekből, őszintén. Szóval ez úgy mindenkiből árad, jön. Ez a sok kérdőjel, meg a sok megfejtetlen probléma. Nekem az a tapasztalatom, hogy erről szívesen és sokat beszélnek az emberek. Ebből arra következtettem, hogy biztos érdekli őket.
én egyébként kiegyensúlyozottnak éreztem, tehát hogyha kapott valamit az egyik fél, akkor kapott a másik is, tehát hogy szépen ki volt ez egyenlítve, nem éreztem azt, hogy elcsúsznánk mondjuk a női szexualitás problémájában, és elmélyednénk abban, hogy szegény nőkkel most mi a helyzet a 21. században. Tök jó, hogy 74,6% ezt a számot hallottuk, ez egy nagyon fontos szám, és jó, hogy benne van, tényleg nagyon fontos szám, és azt nagyon kell tudatosítani. De majd, hogy mi az a szám, mert a hallgatók nem tudják. A hüvelyi orgazmusnak a hiánya. Tehát ennyi, a nők 74,6%-a nem él meg hüvelyi orgazmust, és ezzel nem úgy csak a férfiak nincsenek tisztában, de a nők sincsenek vele tisztában. És hogyha ez a szám mondjuk egy romantikus komédiában elhangzik, vagy egy vígjátékban elhangzik, akkor az könnyebben megmarad, mint hogyha egy tudományos könyvet valakihez oda teszel. Azért most, hogy erről beszélünk, így egyre jobban látszik, hogy tényleg az orsi társadalomtudományi tanulmányokat is olvas, hiszen még az is elhangzik ugye a filmben, Magyarországon 100%-ban mindenki magyar, tehát hogy és ezzel megelőlegezem mindent, ami az elmúlt hetekben történt. Vártesz. Nem, de egyébként tényleg nagyon sok mindent fel lehet fedezni a filmben, amik ilyen kutatási izékből indulnak. Tehát, hogy evolúciós kényszere a férfiaknak az, hogy szórni kell a magvakat, szanaszét, stb., hogy ebből viták, hogy ezeket érvként használja valaki egy vitában, és hogy egyébként tehát, hogy ezt most már a szexuálpszichológia azért meghaladta, és a kutatások már azt mondják, hogy ez egyáltalán nem csak a férfiakra vonatkozik, ez a férfiakra és a nőkre is egyaránt vonatkozik, tehát hogy a promiszkuitás az nem a férfiak. Csak agresszívabban mondjuk. Igen, az elképzelhető, hogy a tesztoszteron miatt több az agresszió, de hogy egyébként szóval nem így vannak a különbségek, rengeteg különbség van a férfiak és nők között, de mondjuk ebben pont nem így vannak a különbségek, ahogy ezt mi az utóbbi 100 évben mondogatjuk magunknak, és az például valami érdekes volt olvasni. Arról is olvastam kutatást, hogy miért van különbség a férfiak által levezényelt és a nők által levezényelt kutatásokban, ha szexualitásról van szó, ugyanis kiderült, hogy óriási különbségek vannak. Csak már abból kiindulva, hogy a nemek aránya milyen a kutatócsoporton belül, ugyanarról a témáról, ugyanazokkal a módszerekkel más eredményeket fognak kihozni, mert mindenki mást akar belemagyarázni, ami őt egy kicsit jobban felmenti. Ilyenek, ezek úgy bele se gondol az ember. Na hát én ilyeneket nagyon szeretek olvasgatni. És ezek egyébként, ha nem is ilyen mélységeiben, meg nem ilyen konkrét mondatokban, de azért benne vannak a filmben is. Tök jó. Amit az előbb mondtál, az nagyon tetszett nekem, mert hogy tehát az ilyen száraz adathalmok és kutatási esszék és akadémikus nyelvezetű esszékből, ha sikerült csinálni egy ilyen közérthetően fogyasztható és szórakoztató filmet, de ezekkel a tartalmakkal, na, akkor ez nagyon jó, hogyha ez sikerült, mert ez szándék volt. Gratulálok hozzá, sikerült. Na, köszönöm szépen. Te hiszel a monogámiában? Hát, figyelj, én azt látom, hogy ezt ahány... Ezt nem fordítva kell kérdezni? hogy bármilyen hiszel a párkapcsolatokban? Vagy a monogámia hisz bennem? Vagy érted? Vagy a hosszú távú monogámiában? Jó, várjál. Kezdjünk el alakulni. Isten létezik el. Nagyon egyre jobb. Én azt látom, hogy páronként változó, hogy kinek, hogy mikor, hogy mi működik. Ő is alkudozik, tehát hogy nem konkrétan válaszol. Bocsánat, igen. Hát persze. Szóval, hogy szerintem van, meg életkortól is függ, meg életszakasztól is függ, hogy éppen mi az. Szerintem van olyan életszakasz, amikor szinte senkinek nem megy a monogámia, de mégis mindenki úgy csinál, mintha menne, és akkor van olyan életszakasz, amikor valószínűleg ez lényegesen lazábban működik. Nem tudom, 80 felett, gondolom. De... Akkor sem, azt mondod, jaj. Nagyon sok mindenkivel beszélgettem erről nyilván, és nagyon különböző válaszokat kaptam. A teljességgel lehetetlen őrültség fölösleges próbálkoznitól, a csak ez az egy út van a világon, és semmi más nem létezik, csak a hosszú távú monogámia. Tehát a kettő közötti full skála megjelent az én kutatásaimban, és a szélsőségek is. Tehát, hogy igazából annyi derült ki számomra, hogy erről, ha elkezdünk beszélgetni, akkor mindenkinek előbb-utóbb határozott véleménye lesz, meg hogy egy kicsit szembenéz a múltjával, mert hogy ezt el szokták felejteni emberek. Tehát olyan, amikor valaki kimondja, hogy persze, én nagyon hiszek a hosszú távú monogámiába, és akkor rákérdezel, hogy hányadik házasságodnál tartasz, szép? Hát jó, de az úgy volt, hogy mondom, jó, csak hogy akkor érted. Ez is benne van a filmben. Igen, tehát hogy te már egyszer ott álltál, és
És azt mondtad, hogy örökre, és igen. És ehhez képest most vagy a második házasságod végén. Tehát, hogy már azt is látjuk, hogy a végén vagy. De közben meg mégis teljes elánnal azt mondod, hogy már pedig te hiszel, hogy neked, abban, hogy neked ez működik. Miközben kicsit azt mutatja éppen az életet, hogy annyira neked nem működik, vagy eddig ezekkel az emberekkel, akiket eddig választottál, nem működött. Vagy saját magad vagy a probléma. Vagy az is lehet, igen. És szerintem itt igazából, szóval én azt gondoltam, hogy kéne beszélgetni párkapcsolatokról, nem is biztos, hogy monogámiáról kell beszélgetni egyébként, hanem úgy általában párkapcsolatokról és azon belüli elvárásokról, mert hogy ugye mi odáig jutunk el, hogy és boldogan éltek, mi meg nem haltak. És akkor ott kezdődik a film. Ott kezdődik a film. Tehát, hogy kell ezt csinálni? Mert nekem ez a kedvencem, ez a mondat, hogy a párkapcsolaton dolgozni kell. Hogy? Traktorral, vagy kombájnal, vagy mivel? Tehát, hogy ezt így hogy? Tehát ezt nem tanuljuk meg szerintem. Sohasem senki nem tanítja meg, hogy ez mit jelent, hogy most ez azt fogja jelenteni, hogy elképesztő mennyiségű kompromisszumot fogsz hozni. Csomó olyan dologban, amiben nem szeretnél. És muszáj lesz. És azt el kell viselned. Akarod, vagy nem akarod? Mert ha nem akarod, akkor ne legyél párkapcsolatban. Tehát, hogy ezek ilyen... De közben meg mégis hiányozni fog a párkapcsolat. És ezt is el kell fogadni. És akkor meg az a baj. Tehát, hogy csak szerintem erről nem hiszem, hogy erről túl sokat tanulnánk így. Most nem azt mondom, hogy nem arról beszélek. Nem iskolai tanulásról beszélek, hanem élettanulásról beszélek, amihez alapvetően önismeretre lenne szükség. A terápiáról át kell menni a párterápiára. Hát már az is nagyon sokat segítene, hogyha mindenki valamilyen szinten, valamilyen önismereti terápiára, vagy kurzusra, vagy nem tudom, mire. Csoportterápia is tök jó. Járna, mert hogy tényleg ezt sem tanuljuk meg, tehát hogy önmagunkkal való együttélés. Kik vagyunk egyet? Igen, ki vagyok én, és nem tudom. És ugye... Jaj, Isten! Hát de várj, ez mert... releváns képesség. De ez nem, ez, érted? Pont ez az, hogy 100 évvel ezelőttig ezek azért nem voltak problémák, mert mindenki hívő volt, így vagy úgy, mindenki vallásos volt, nem? Vagy az emberek többsége, most Európáról beszélek. Tehát ugye ezeket a kérdéseket nem kellett feltenni. Hát nem. Ez mindenki, megvoltak a válaszok, ezt mindenki tudta. És most nincsenek ilyen válaszok. Hát existenciális ürességben ülünk éppen. Így van. És nagyon nagy melegben. Nem, szóval, hogy azért nem, hogy régenben nem volt szükség feltétlenül ilyenfajta önismeretre, mert hogy meg voltak már a válaszok, meg voltak a szabályok, mindenki azt követte, ez kész. És most meg nincsenek. A te filmedben úgy próbálnak megoldani helyzeteket a szereplők, hogy mindenféle szexuális kalandozásokban vesznek részt. Mennyire okozott ez problémát neked, hogy mondjuk így megbeszéled a színésznőiddel, hogy most például ebben a jelenetben filmesztelen leszel. Most itt azt várom tőled, hogy alapvetően abból a hülye elképzelésből indulok ki, hogy nagyon sok férfi rendező túlságosan sokat vár el egy ilyen jelenetben a színésznőitől. Te hogyan viselkedtél velük? Hát ez minden esetben az első pillanattól kezdve tisztázó volt. Tehát, hogy ez nyilván egy nagyon sarkalatos pont, amit meg kell beszélni a színészekkel, hogy pontosan mit szeretnél látni, vagy mit szeretnél mutatni, és hogy ők miben mennek bele, miben nem. Tehát, hogy itt nyilván meg kell találni egy ilyen közös nevezőt. Azért azt tudjuk, hogy Magyarországon nem túl nagy divat a vetkőzés, a magyar színészek nem nagyon vetkőznek mostanában már, tehát hogy azok régi szép idők voltak, amikor mesztelen lányok rohangáltak a Jancsó filmekbe. Most már ez így nem nagyon van. Nyilván ebbe az is bele tartozik, hogy míg régebben egy filmet csak moziban láthattál, és egy jelenet miatt kénytelen voltál visszamenni a moziba, hogy megint megnézd, hogy rohangálnak mesztelenül a filmben. Most fölmész az internetre, rákattintasz, beütöd, keresed, és kockánként ott van, és hát így kontextusából kivett mesztelenkedős jeleneteket senki nem szeret magáról utólag látni, szóval én abszolút értem az ezzel kapcsolatos ellenérzéseket a színészek irányából. Ezzel együtt ilyenkor kell találni valami utat vagy megoldást arra, hogy ha van szó szexről, akkor ebből valamennyit mutatni is kell. Hát ez nyilván nagyon, nagyon változó, hogy kinek mi minden fér bele. Olvasol nyilatkozatokat színésznőktől például ezzel kapcsolatban, akkor azért azt látni, hogy akkor szoktak vetkőzni inkább, hogyha úgy érzik, hogy abban a jelenetben ez elkerülhetetlen. Tehát, hogy valahogy így dramaturgiailag indokolt, de hogy
a csak úgy vetkőzést nem szokták szeretni. Egyébként azt a néző sem biztos, hogy annyira szereti. Nagyon érdekes, ez is, hogy a néző mit szeretne, meg mit nem. Szerintem itt óriási különbségek vannak néző és néző között. Én nagyon gyakran valami zavarba vagyok akkor, hogyha mesztelenséget látok, akár színpadon, akár filmben, és feszengek inkább a székemben, ami nem biztos, hogy a mellettem ülőre is igaz, tehát lehet, hogy neki baromira bejön, és pont attól lesz jó valami, vagy erős. Tehát, hogy szerintem itt nagyon nagyok a különbségek. Ami engem illet, engem egy csomószor befeszenget a mesztelenkedés. Ezzel együtt én bírom, amikor nagy bátor mesztelenkedések vannak, ha valóban indokoltak egy-egy filmben. Szóval ezek ilyen etikai kérdések is, hogy mit csináltatsz meg egy színésszel, meg mit nem. Én rengeteg rémtörténetet hallgattam végig menet közben, színészekről is, meg rendezőkről is ez ügyben, tehát hogy rendezők, akik nem árulják el egy színésznek, hogy majd mit fognak kérni tőle, és gyakorlatilag bele kényszerítik már a forgatás végén egy ilyen erős érzelmi zsarolással valami olyanból, amit egyébként annyira nem akart volna megcsinálni az illető, ami szerintem nagyon gáz, és ugyanez fordítva is előfordul, ahol egy színész mindenbe beleegyezik, majd az adott pillanatban a forgatás napján nem csinálja meg, és cserben hagyja az alkotókat ezzel. Ez is nagyon gáz. Szóval, hogy mindig mindenki nagyon óva intette engem a mesztelenkedés és szexi jelenetektől, hogy ilyetekből csak a baj van, ez sose olyan, nem úgy, tehát hogy én az elejétől kezdve mindenkivel próbáltam tisztázni, hogy mi az, amit kérek, és mi az, amit nem, és mi az, amit elengedek, és mi az, amit nem. Nyilván nem bántam volna, hogyha mindenki végig mesztelen a filmbe, itt-ott bizonyos helyzetekben, de hogy én is nyilván alkalmazkodtam ahhoz, hogy mi az, ami mind a két oldalnak megfelelő volt. Hát igen, mert azért úgy nagyon nehéz a szexuális szabatosságról beszélni, hogy egyébként meg melltartóban van a főhős. Igen, de közben meg igyekeztünk ezt így mindenféle módokon megoldani. Beszéljünk egy kicsit a film forgatási körülményeiről, hogy összesen mennyit hol forgattatok, mert a nagy rész az ugye stúdióban, tehát épített díszletben. Igen, a legfontosabb helyszíne a filmnek az a főhőseink lakása, és itt annyira sokat voltunk, hogy érdemes volt megépíteni műteremben a lakást, tehát a film hosszából lehet, hogy a majdnem, hát kicsit kevesebb, mint a felét ott töltjük. A forgatáson is majdnem a forgatásnak kicsit kevesebb, mint a fele az a műteremben történt, de mi nem ezzel kezdtük, hanem a külsőket vettük föl. Ezeket általában igyekeztünk úgy megoldani, hogy csak naponta kelljen költözni egymás. Van 20-valahány helyszín a filmben, az elég sok 20-valahány helyszínt lenyomni mondjuk 18 nap alatt. Körülbelül ez volt az arány. Tehát, hogy néha kellett napközben is költözni, illetve ami ugye nagyon szerencsétlen dolog, mert abból a napi 12 órából elmegy 2-3 óra csak a költözéssel, és ugye hát akkor gyakorlatilag annak az eredmény, hogy nekem kevesebb időm van rendezni. Tehát, hogy én is igyekeztem egyrészt helyszíneket kihúzkodni, még így az előkészítés kezdetekor, összevonni, illetve úgy kerestünk helyszínt, egy csomó olyan helyszín van a filmben, ahol a szobának, vagy az épületnek, vagy a lakásnak az egyik fele A helyszínt szolgál, másik irányba fordulva pedig egy teljesen másik helyszínen vagyunk. Tehát például a Csilla szüleinek a háza, az egyébként nem csak a Csilla szüleinek háza volt, annak 2-3 különböző helységével, amit ugye használunk sztori szerint, hanem az egyik hálószobába berendeztünk ott egy tök másik hálószobát is, aminek semmi köze nem volt a családhoz. Viszont így nem kellett költöznünk még egyet. Szóval ilyen trükkből rengeteg van. Például az első esküvőnek a fűvészkerti helyszínén, a fűvészkerti épületébe is még bementünk, és még gyorsan ott is felvettünk egy mini jelenetet a Csillával. Tehát, hogy ha már ott vagyunk, és ha már úgy is ott van aznap a Csilla, akkor gyorsan még valamit felveszünk vele, és akkor az is ki van pipálva. És hát emellett van még egy számomra, vagy szívemnek nagyon kedves része, hogy gyakorlatilag forgattatok egy külön sorozatot a filmnek, ami megjelenik a filmben. Bizony. Az Apokalipszis című. Igen. Valamilyen disztópikus sorozat. Erről mesélj még egy picit, mert azt hiszem, ez hatalmas geg. Bocsánat, azt el kell mondanom, hogy én Macit külön megkérdeztem a vetítés alatt. Nagyon szeretek vetítések alatt beszélni, és külön megkérdeztem tőle, hogy te láttad ezt a sorozatot? Ez nagyon jó. Ez mi? Nagyon jó.
Nagyon jó. Hát ez nagyon egyszerű, ugye a filmben ennek jelentősége van, hogy ők néznek közösen együtt egy sorozatot, amire aztán később utalnak is a saját életükkel kapcsolatban. Tehát nyilvánvaló volt, hogy ennek egy olyan sorozatnak kell lennie, amiben pontosan az hangzik el, amit én akarok, hogy elhangozzon. Tehát ezt nekünk kell megcsinálni, meg hát nyilván jogdíjakat sem nagyon tudtunk volna kifizetni a senkinek. Úgyhogy ott az volt a feladat, hogy volt egy napunk, amikor mi ezt az Apokalipszis című sorozatot forgattuk, ami azért volt nagyon mókás, mert ez egy tök más környezet, más szereplők, más mink, más haj, kézikamerával rohangálunk, tehát ugye egészen más vizualitása van, mint a filmnek egyébként, nyilván azt akartuk, hogy minél jobban elüssön a kettő, és ugye ez egy amerikai sorozat, ami fontos, hogy ez angolul van, és hát retteltesen élveztük azt, hogy így sok nap megfeszített, nagyon technikai napok után, így egyszer csak így kivonultunk az István telepre, ami egy ilyen MÁV telep. Az egész onnan jött, hogy én amikor a Kis Párizs című kisjátékfilmet forgattam annak idején, az szintén a Mátéval, Hermai Máté operatőrrel, akkor mi ezt ezen a helyszínen forgattuk, és én akkor beleszerettem ebbe az István telep nevű helybe. Ez István telek? Telek, nem tudom. Telek, látsz felé, ugye? Igen. Telek. És telek, az... Igen. Na, majd utána nézek. Ott van egy leégett... Ott van egy leégett vonat. Csarnok, vagy hangár, vagy igen. Nem tudom, hogy kell hogy hívni a vonatok esetében ezt. Ahol alszanak. Ahol alszanak a vonatok, és ahol itt jelen esetben összeégtek a vonatok, és bennem ez nagyon megmaradt, pedig ezt nem tudom, 6-8 évvel ezelőtt forgattuk, hogy úristen, itt apokalipszis filmet lehetne forgatni, mert már semmit nem kell odavinni, ez ott készen van. Tehát egyébként járnak is oda a filmesek forgatni, az egy baj van, hogy az igazán súlyosan jó részei, azok sajnos életveszélyesek, oda nem lehet bemenni. De háttérnek használni lehet, szóval mi azt alkuttuk ki velük, hogy látszik a háttérben az a rész, ahova nem lehet sajnos bemenni. De egyébként, hogy most gondolj bele, hogy mennyibe került volna egy ilyet megépíteni, meg vagy kialakítani, igen. Vagy berendezni. Szóval hogy ez egy ilyen... egy kidőlt oszlopot, és kész, és ennyi. Úgyhogy igazából már a forgatókönyvet, amikor írtam, akkor nekem ez a helyszín volt a fejemben, és az, hogy mi akkor, amikor ezt körbejártuk a Mátéval, akkor teljesen oda voltunk, meg vissza, hogy úristen, hát itt valamit föl kell, itt csinálni kell valamit. Ez volt az egyik oka, a másik pedig az, hogy engem nagyon érdekelnek az apokalipszis témájú művek, meg a disztópiák ugye általában véve. Én rettenetesen érdekel az, hogy milyen fajta új társadalmi rend alakulna ki, hogyha nulláról kéne indulni, vagy majdnem nulláról. Mivel ez a műfaj érdekel, és sose csináltam miért, és akkor arra gondoltam, hogy akkor összekötjük a kellemest a hasznossal, és akkor ezért így keveredett bele ez az egész a filmtervbe, és aztán organikus részévé vált, hiszen ez aztán egy visszatérő dramaturgiai jelentőségű párbeszédeknek ad lehetőséget. Ebben a minisorozatban kik játszanak? Barabás Niki és a Bányai Miki, Miki és Niki. ez végig mindig ez volt a forgatás napján, hogy akkor legyen Miklós és Niki, hogy ne keverjék össze őket, de hogy... De ők nincsenek szinkronizálva, tehát ők ez az eredeti hangjuk. Ez az eredeti akkor hangjuk. Akkor nagyon szépen beszélnek angolul. Hát ugyan mind a kettő Los Angelesben élnek. Akkor úgy nem nehéz. Tehát szerintem a Barabás Nikit nem is nagyon sokan ismerik itthon. Én őt onnan ismertem, hogy egyszer egy reklámot forgattam, amiben ő volt az egyik, ő lett aztán az egyik szereplő, és nagyon szuperül játszott, szóval nekem nagyon megtetszett, hogy ő milyen tök másképp dolgozik, és akkor erről beszélgettünk, hogy Los Angelesben mennyire más a színész oktatás, és nekem mindenképpen olyan színész kellett, akiről elhiszem, hogy egy amerikai sorozatban szerepel. Pontos volt, hogy klassz legyen az akcentusuk, és aztán ezért eleve úgy is kerestünk erre a szerepre színészeket, hogy ki az, akiről ezt így ne, hiszen de mondja, de a Niki igazából innen már meg volt nekem, tehát hogy nem volt castingolva egyikük sem. És hát baromira élvezték, hogy műkosszal, művérrel, rengeteg sebb tud. Így akkor azt láttam, hogy a hajsmink osztály is annyira élvezi, hogy végre nem realizmust kell csinálniuk, mert én egyébként ugye végig mindenkinek törtem ki a kezéből a hajsütővasakat, hogy azt akartam, hogy mindenki nagyon natúr legyen, és mindenki nagyon hitelesen, és úgy nézzen ki, mint az emberek a hétköznapokban. Nem úgy, mint az egy nyári kalandban. De mondjuk ott pont ne bántsuk az egy nyári kalandot, vagy nem tudom, szóval így nagyon túlságosan szeretem a virágot ehhez, de hogy meg most nem tudom, hogy melyik, tehát szerintem ott abban normálisan néznek ki az emberek. Nem tudom, valamelyik sorozatban tudom, hogy láttam tényleg ilyen begöndörített hajú lányokat, akik... Szerintem nem a virágé.
Lehet, hogy nem abban volt. Mindegy, 16 évesen a lányok nagyon begöndörítik a lányokat. Nem, van ilyen, de van ilyen. Nem, tényleg de van egy ilyen trend. De létezik ez, hogy például, ha ki kell öltözni, vagy nem tudom, esküvőre kell menni, vagy nem tudom, és akkor az emberek így sütővasra begöndörítetik a hajukat, és akkor szerintem ez mindig ilyen borzalmasan fék. És, na mindegy, szóval, hogy így ezen a, tehát a nyitva készítésekor ez tényleg egy ilyen állandó veszőparipám volt a teljes beauty osztálya, hogy vigyék innen az ilyen túlcsinált dolgokat, és amikor kiszabadultunk István telepre, akkor ott mindenki nagyon fellélegzett, hogy most aztán, úristen, még mennyi is tudjuk, imádnak sebeket csinálni, meg még folyjon kicsit a vér, nem? Hogy még ne is, legyen egy rész, ami még nem alvat meg. És lőtt sebe is. Nem tudom már, tehát hogy mindegy, csak vegyük már föl, tehát tudod, jó lesz, tudod, ez a óriás tárkép van, semmi nem fog bele látszani, menjünk tovább. Ez vicces volt, és azt mondom, nagyon szeretnék egyébként apokalipszis sorozatot forgatni, úgyhogy ezután üzenem a producereknek, hogy Kingdom. Itt van a pilot, itt igen, én már egy kicsit forgattam a apokalipszist, szeretném bebizonyítani. Úgy láttam, hogy azt vettem észre, hogy ez itt így megy, hogy az ember egy kicsit forgat valamit, és akkor utána az a házon. Mondjuk nem tudom, hogy szeretnék. Ez Shorelnek elége, de... De még van több anyag is egyébként, ami nem került be, tehát hogy még egy kicsit ez tud hosszabb lenni. De tényleg Walking-edet forgatnál például, vagy az nem érdekel? A zombis, nem. Uh-huh. Nem. De egyébként de, forgatnék nagyon szívesen, de inkább nem a zombik érdekelnek, szóval mondom a... Tehát ez az echte posztapokaliptikus senki földje, ahol igen. Megváltozott minden igen. Társadalmi rend. Ahol előről kell kezdeni, és ahol vízért harcolunk, meg ilyesmi. Szóval az ilyesmi nagyon érdekel. De mondom, a társadalom tudományok felül érdekel ez engem. Tehát az egyik kedvenc disztópikus filmem az Hanekétől van. Tehát, hogy véletlenül se a... Bölcsiz, de tényleg. De tényleg véletlenül se a... Mi volt az, amiben az egész filmben egy autós üldözés, tudod? Ja, Mad Max igen. Hát ez a forgatókönyv, szóval ez ami elképesztő. Tehát a Magyar Nemzeti Filmen a forgatókönyv bizottságának a kapujába nem tudná betenni a lábát az a forgatókönyv. Hát az mi volt már? Most képzeld el, hogy ott van a harag útja, ami arról szól, hogy szereplők elmennek A-ból B-be, vagy B-ből visszamennek A-ba. És ez történik végig. És ez 180 perc, és ez ennyi. Tehát ezt el tudod képzelni, hogy ez átmegy a forgatókönyv bizottságon, és aztán meg a döntő bizottságon. Szóval így. Mindegy, szóval, hogy... Ezt csináljuk vonattal István Terek. Van egy ilyen rövid szakasz, amikor lehet föllemenni. Kiindulsz még nyugati, visszaérsz meg keleti. De nem, szóval, hogy tényleg ez tökre érdekel. Minden, ami társadalmi kérdés, és attól még lehet benne akció, meg sebb helyek mindenhol, meg lövöldözés, szóval azt is nagyon szívesen forgatnék végre a lövöldözést, mert eddig nem sok lehetőségem volt az ilyesmire. Ez alá ritkán fordul elő Magyarországon, hogy valaki lövöldözést forgatva. Hát aranyéletet kellett volna rendezni, nem terápiát. Hát... Jó, hát miért azt nem tudtad volna elképzelni, hogy egyszer csak a Mácsai az egyik ilyen pont, amik már nagyon elege van az összes kliensből, és egyszer csak így föláll, előkap valamit, és így mindenkit így lelő, tudod, így elég, nem hallgatom tovább. Azt mondjuk egy páratlan lezárás, amit volna a sorozatnak. Egyeket végig megy mindenki, ilyen betegét. Nem, az nagyon drága mulatság akciót forgatni, az a baj. Nem véletlenül fordul elő ritkán. Lényegesen olcsóbb az forgatni, hogy ketten ülünk és dumálunk, nincs sem az, hogy ketten verekszünk, már az is sokkal többbe kerül. Egyébként még az lett volna baromi olcsó dolog, hogyha nem akciófilmet néznek a szereplőit, hanem mondjuk a csak színház és más semmit, annak a jogait valószínűleg könnyen meg lehet szerezni. Azt lehet, és igen. Akkor mondjuk egy ilyen Nagy Pál Orsi univerzumot épít című történet. De így is lehet Nagy Pál Orsi univerzumot építeni, mert ezt az apokalipszist, ahogy az előbb mondtuk, ezt lehet tovább küldeni. Igen, tehát hogy ez egy spin-off lehetőség. Ez egy abszolút ezt tulajdonképpen most ezt így felkínálom. Hogy most azt kérem mondanom, hogy létezik ennek egy 200 oldalas forgatókönyv verziója az apokalipszis című de tévésorozatnak is lehet jönni érte. Ha már itt tartunk, akkor mesélj még arról, mik a kedvenc filmjeid. Vagy mondjuk a kedvenc toposzok még így a posztapokaliptikus senki földje után. Meg a romantikus vigyáték. Igen, után. Meg azon kívül. Nagyon sokszínű a filmes ízlésem szerintem. Mondom, a régi klasszik Woody Allenektől kezdve a pont tegnap előtt megnézett Black Klansman, Csukjások, Spike Lee filmig, tehát nagyon sok mindent kedvelek, meg a Csillagok háborúja első három része nyilván nekem is nagy élmény volt annak idején gyerekkoromban. Szóval, hogy
Erre mindig ilyen frappánsan tudni kéne válaszolni, és sose sikerül. Mit láttál utoljára? A Csúkjásokat, Black Clansman. De meg most megnéztem az összes magyar filmet, ami kijött szeptemberben, az gyorsan bepótoltam, mert nem voltam itt szeptember elején, és akkor ezt egy hét alatt megnéztem mindent. Az... És mi volt az utolsó sorozat, amit néztél? Én most éppen egy elképesztően tetszik a Call My Agent, ezt ismeritek? Ez egy francia sorozat, ami a színész ügynökökről szól, és az benne a vicces, hogy tényleg nagy francia színészek sztoriaik látod, amint az ügynökeik elbaltázzák a mindenféle filmes lehetőségeiket, és vice versa. Én azért nézem szívesen, mert szívesen nézek mindent, ami filmgyártásról szól, de hogy nagyon, nagyon jól megírt és nagyon jól játszott sorozat. Azt nézem, meg a Mrs. Maisel-t, az valami olyan csodálatosan van írva az a sorozat, hogy így, tehát így olvadozom a gyönyörűségtől. Meg hát gyönyörűen van felvéve, szerintem tök jól van rendezve, tele van ilyen egy hosszú snittekkel, és rengeteg nagy koreográfia van benne egyébként, ami egész meglepő egy ilyen sorozattól, ami elméletileg ilyen kis pici emberi történetet mutat be. Szóval most ezeket nézem nagy, nagy boldogan, ezek a kedvenceim. Még egy picit beszéljünk a képekről, Herbai Máté csodálatosságairól. Az én kedvenceim az úszodás képek voltak. Neked mik voltak a kedvenceid, és mik voltak az intencióid? Hát én is nagyon szeretem az úszodás képeket ott. Ugye ott van két, mondjuk úgy, hogy manisat, két nagyon drága, az egyik drága, mint a másik. Az egyik az végülis nem annyira drága, de az kellett hozzá, hogy be kellett vinni egy kránt egy úszodába, hogy egy felső totált mutatunk a medence fölött, ami tehát láttunk már ilyet a világban egyébként, szóval ezt nem mi találtuk fel, de szerintem egy nagyon jól működő snit, hogy az, én úgy érzem, hogy az, amit én ott akartam. Tulajdonképpen az minden, ami az úszoda, az a Csilla lelki állapot, tehát vagyis hát a Fanninak, Radnai Csilla által játszott Fanninak, a főszereplőnek a lelki állapotát hivatott a ruhájától mutatni. Kezdve a színekig mindenig. Igen. Hát, hogyha ez egy szerzői film lenne, amit így kategóriás fesztiválokon így küldözgetnél, akkor egész biztosan az lenne az egyik jelenetkép, amit elküldenél szerintem, mert az egy nagyon jól meg. A felső totál. Aha, igen. Így vagy van. Ahogy áll mondjuk a rajtkövön. Igen, ahogy az ugrás maga, hogy ő fejest ugrik, az volt a legnehezebb, az volt messze a legdrágább és legbonyolultabb snittünk, viszont ez volt az, amiből egy tapottat sem engedtünk a Mátéval. Tehát, hogy nagyon sok mindenben kellett kompromisszumot hozni, ez teljesen normális, szóval, hogy ez része mindig a minden sorozat és film készítésének, hogy mindenkinek vannak ilyen nagy álmaink, és akkor szembe jön velünk a költségvetés. Nagyon valóság, igen. És akkor el kell kezdeni alkudozni, hogy na jó, akkor ez ne legyen, de akkor az igen, vagy ezt találjunk ki valami mást, oldjuk meg másképp. Szóval ilyenből rengeteg dolog van a filmben, ami úgy született, hogy kitaláltunk valamit, és ez pont úgy nem sikerült megcsinálni, márhogy anyagilag, és akkor kitaláltunk helyette valami mást, amit nagyon szerettünk. Tehát, hogy igyekeztünk egyébként is mindig minden szempontból arra törekszem, hogy az ilyen korlátokat, azokat ne gátként fogjuk fel, vagy ne akadályként, hanem akkor tényleg az legyen inspiráció. Jó, akkor lehette volna orvos is Németországban, ezért szeretik külföldön a magyar orvosokat, mert itthon nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, mint külföldön, a magyar orvosok külföldön mégis megoldják eszközök nélkül is ugyanazokat a problémát. Hát ezt a filmesekre is elmondták annak idején, nem? Amikor kimentek a magyar operatőrök Hollywoodba, hogy mi mindennel képesek kurva jó képet csinálni, tehát hogy mert hogy ők erre vannak trenírozva. Igen. Szóval, hogy az úszodában ez a bizonyos nitt, amikor a Csilla fejest ugrik, itt ugye azt találtuk ki, hogy víz felett kezdődik a felvétel, lemegyünk vele együtt víz alá, ez önmagába para, majd mozdul a kamera, és mi együtt mozgunk vele, tehát hogy mi a víz alatt kísérjük a Csillát, miközben ő úszik. Na most ez azt jelenti, hogy egyrészt meg kell oldani, hogy vízben legyen a kamera, lefele is tudjon mozogni, és oldali, ugye hátrafele tudjon haladni a kamera. Ez nem egy egyszerű móka, vagy hát ez egy nagyon költséges dolog, amit általában egy ilyen filmben, tényleg max egy ilyen fér bele általában egy ilyen költségvetésű filmben, mint a miénk, és akkor nekem meg kellett hoznom azt a döntést, hogy oké, ez az a jelenet, amire ez szükséges. Ez nagyságrendileg mit lehet, mit jelent? Fogalma. Most pénzt kéne mondanom, nem tudom. Sok millió forint, az biztos. Hát eleve minden forgatási nap sok millió forint. És akkor ez szerintem egy normál forgatási napnak a 2-3-4-szerese lehet, attól függ, hogy kit hogy számolunk. Hát ilyenkor ez úgy néz ki, hogy víz alatt fártsineket épített a csapat. Tehát amíg én az úszoda egyik oldalán forgattam jelenetet, addig az úszoda másik irányában búvárok fártsint húztak fel, 20 méter hosszan, azt hiszem, a víz alatt. Arra elhelyeztek egy
egy ilyen gurulóban, amihez lehetett rögzíteni embert, aki segítette a búvárt lejönni föntről. Ő addig ugye taposott, tartotta magát ki a vízből kamerástól, ami kint volt a csilla, amint beleugrott, ő húzta le az operatőrt, tehát a búvár operatőrt, aki próbált rajta ragadni ezen a guruló bigyon, amit egy kötél szerkezettel húzott. Kivezettünk a medence túloldalán, tehát 25 méterrel odébb, és ott három markos legény egy csörlős szerkezeten keresztül elkezdte, mint egy őrült, tekerni, és ezáltal húzni ezt a bizonyos kocsit, amin rajta volt az operatőr meg a segédje, miközben úszik a csilla, és nekik egy tempóba kellett haladni. Na, hát ez egy szép mutatvány volt, ez több órás gyakorlás és felvételek eredménye, és akkor ezen kívül kellett még fölvenni minden más jelenetet. És ez kellett, hogy beleférjen egy forgatási napba. Igen, de az egy tervezett túlórás nap lett, tehát azt hiszem, hogy lehet, hogy 15-16 óra, és csak az volt a szerencsém, hogy a nyárnak a közepén forgattuk ezt, tehát tényleg volt is napfény ennyi ideig. Mert ugye ez egy olyan úszoda, ahol végig ablak van, tehát végig kilátunk. Magyarul nem tudok úgy csinálni, mintha nem menne le a nap, mert látom, hogy megy le a nap, bármelyik irányba fordulunk, nem tudunk csalni. Nagyon-nagyon ki voltunk centízve. Hát ennek az volt a megoldás, hogy mi mindenre nagyon felkészültünk. Ugye a Mátéval mi végig snitteltük a filmet, tehát lemarajzolva a film minden egyes kockája az én füzetemben is, meg a Máté füzetében is érdemes összevetni a rajzokat, hogy melyikünk ügyesebb. És melyikőtök? Hát szerintem nyilván én, szerintem meg nyilván ő. De tényleg nagyon vicces. Csináltunk ilyen verkvideókat, majd azok előbb-utóbb kijönnek, és akkor abban föl is vettük, hogy hogyan néz ki az én rajzom, és akkor ahhoz képest milyen lett a kép maga, a snit. Majdnem ugyanolyan jó. És, mármint a rajz, mint a kép, persze. Igen, nem fordítva. És szóval, hogy ezt így tudtuk megcsinálni. De mondjuk én amúgy is így szeretek dolgozni, hogy mindenki van találva erőre, és tehát mi nagyon tudjuk, hogy mit akarunk felvenni. Én a színészekkel is lepróbálok, de a főszereplőkkel mindent, a teljes filmet. Tehát, hogy ne legyenek már ilyen kérdések, mert egész egyszerűen nincs rá időnk. Tehát, hogyha én is szeretnék majd egyszer valaha az életbe úgy forgatni, hogy ott menet közben megálmodom, vagy nem tudom, kitaláljuk közben, vagy improzgatunk, de nekem ez a luxus még soha nem adatott meg egyetlen egy produkcióban sem. Nagyon limitált idő állt rendelkezésre, és azon belül mindent meg kellett oldani, és az volt. Tehát, hogy tervezetlen túlóra is alig volt ebben a forgatásban. Ami volt, annak a nagyja az tervezett túlóra volt, meg egy-két olyan eset, ahol plusz egy óra. Vagy plusz másfél óra. Éppen csúsztott a két elég, vagy valami. Kicsit megcsúsztunk ezzel-azzal, nem tudom, de hogy azért mondom, hogy alapvetően ez egy nagyon sima laza forgatás volt a gyártásnak utólag. Nyilván közben mindannyian vért izzadtunk, mert rengeteget kellett költözni, szóval, hogy az amit én mondtam az elején, hogy ez egy kevés helyszínes, kevés szereplős, egyszerű film, abból kiderült menet közben, hogy ez egy nagyon sok szereplős, nagyon sok helyszínes film. Pláne miután kitaláltam, hogy mindenki színész legyen, és hát egyeztetni kellett a színészekkel, nagyon nehéz volt őket egyeztetni, szóval az is egy külön trúvány volt, hogy ki hogy ér rá, és meg az is alkalmazkodni kellett. Hát de legalább nyáron forgattátok, tehát ugye ez tavaly nyáron készült, kőszínházokon kívüli időszakban. Hát azért lassan rosszabb nyáron forgatni, mint télen ebből a szempontból. Nem feszélnek, forgatnak. Mindenki forgat. Tehát, hogy így majdnem minden színész, akit látsz a filmben, és ugye jó sokan, 50-valahány színész játszik a filmben, majdnem mindenki dolgozott egész nyáron egyébként. Tehát egyáltalán nem volt könnyű őket egyeztetni. Sőt, volt egy csomó olyan színész, akit ezért vesztettem el, mert úgy kiderült, hogy nem tudjuk őt egyeztetni, és cserélni kellett szereplőt. Tehát, hogy viszont néha olyan szerepekre is tényleg ismert színészt használtál, akinek annyi a feladata, hogy bólint egyet a buszon. Igen. És sörre kínál, igen. Ezt azért tudtam megcsinálni, mert nagyon sok mindenkivel dolgoztam az utóbbi években, és sok mindenkivel jóba lettem. A Kapával nagyon jóba lettünk, ugye elég sok időt töltöttünk együtt tavaly előtt, és felajánlotta, hogy bármire hajlandó a nagyjátékfilmemben. Hát ezt elég csúnyán használtad. Nem, nagyon jó használtad. Nem, ez erről mi is korábban sokat beszélgettünk, pont ő mondta, hogy ő mennyire bírja azt, amikor egy
egy ilyen, egy filmben van egy háttérben ott molyol valaki, aki egyébként egy tök jó színész. És igen, és hát Nagy Pál Orsinak is van cameója a filmben. Ja, bárhol nem is beszélve, igen, hogy én is belenyomtam magam a saját produkciómba, igen, nagyon. Csak föl akartam venni egy ilyen fehér köpenyt. Nem akarom mondani szerepjátékot, játszottál éppen. Azt gondoltam, hogy egy ilyen így belefér. És miután a Herbai Máté nagyon finoman, okosan megrendezett engem, ezért aztán így benne is maradt a filmben. Hogy... Viszont még hadd kanyarodjak vissza ehhez a búváros jelenethez, hogy ugye búvár operatőrök léteznek, vannak Magyarországon is, de van erre ipar, hogy vannak olyan búvárok, akik tényleg sineket építenek víz alatt? Ők filmes szakemberek, betanított munkások, vagy ők így hogyan léteznek? Ugye fártmesterek szoktak általában fártot építeni. De ők nem búvárok. De pont úgy, ahogy van búvár operatőr, úgy van teljes csapat. De vannak, meg ilyenkor, ha nagyon nagy a baj, akkor környező országból hozol be eszközt is, meg embert is, ha véletlenül nem lenne, de mondjuk pont volt. Az van, hogy létezik a magyar filmszakmának egy olyan titkos elit alakulata, akik kizárólag külföldi produkciókban dolgoznak, közelében nem jönnek magyar produkcióknak, és olyan elképesztő technikai tudással rendelkeznek, pont azért, mert benne vannak ezekben a magyar filmeknél nagyságrendekkel súlyosabb költségvetéssel rendelkező, jellemzően amerikai produkciókban, de vannak angol, kanadai, holland produkciók is, sorozatok is, filmek is, amikben olyan technikai igényeket tudnak kielégíteni, amik helyi produkcióban nem fordulnának elő. És ez most már olyan régóta megy, azt hiszem több mint 10 éve nagyon erősen működik a szervízipar. Tényleg kiképeztek már mindenkit. Tehát, hogy mindenféle különleges tudású szakember él és dolgozik ma Magyarországon, csak mi a magyar produkciókban nagyon ritkán találkozunk velük, mert nem tudjuk őket ki megfizetni. Meg le vannak foglalva előre 5 évre. Igen, az is benne van, de leginkább az a baj, hogy vagy az eszközeiket, vagy őket, vagy azt, igazából azt az időt nem tudjuk megfizetni. Tehát nem annak ennek az embernek a díja lesz annyira horribilis, mert nyilvánvaló speciális tudású embernek magasabb a díja, hanem hogy ez rengeteg idő. Tehát, hogy kihozni egy kránt egy forgatásra, az is nagyon sokba kerül, mert ugye egy technokrán az nem csak úgy jön, az egy kamion, amit és utána össze kell szerelni, az sok óra, az 6-8-an szerelik, tehát ilyenkor te őket is kifizeted, a szerelésüket is kifizeted, a kamiont is kifizeted, majd elkezdesz próbálni a technokránnal, aminek a mozgását pontosan be kéne lőni. Mondjuk az én esetemben például egy mozgó autó, és egy mozgó motor, és egy táj, és egy nem tudom. És ez egy tök egyszerű snit, nem? Tehát a napraforgó snit. Ez olyan nagyon egyszerűnek tűnik. Ilyenből 1000 van egy amerikai filmben, fel se tűnik. Tehát nem, tehát egy ilyen alap. Persze, ha egy szép fölmegy a kamera, jaj, de jó. Igen, ez az egy snit, ez minimum fél nap. Azért, amit az előbb elmondtam. És ez be van vágva a filmbe, és ott látsz belőle, nem tudom, ennyi, 15 másodpercen? Nagyjából. És akkor most nem mondom meg, hogy mennyibe kerül. Szóval, hogy ezek azok a dolgok, ahol egy amerikai film folyamatosan kint van a krán. Tehát mindig ezen fogom a fejemet, amikor meghallgatom azoktól, akik dolgoznak ezekben a produkciókban, hogy milyen technika vonul fel mondjuk a Ridley Scottnak. Sőt, legtöbbször meg az is van, és nem is használják őket, csak ott áll. Két-három krán is ott van, amiből egyet, ha használnak. Ha használ. Igen. Ha véletlenül akarná, akkor ott rendelkezésre, és ott vannak az emberek is. És akkor ott állnak standby-ban, és ki is vannak fizetve. Na most érted, de ezek azok a dolgok, amiket mi, hát ennek a közelében nem vagyunk, és nem is lehetünk, mert itt olyan horribilis összegekről beszélünk, amiket nyilvánvalóan nem bírna ki a magyar piac, nem is beszélhetünk piacról. Tehát, hogy csak azért mondom, mert hogy ugye a nézőt egyébként mindez talán nem érdekli, ő beül a moziba, megnézi egy filmet, és az elvárásai nagyon magasak azzal kapcsolatban, hogy nézzen ki egy film, hiszen ehhez van szokva, ami ilyen körülmények között készül. És ezt várná el mondjuk egy magyar produkciótól is. És nekünk nagyon kreatívnak kell lenni ahhoz, hogy valahogy ezt hozzuk, ezt a színvonalat a tizenannyi pénzből. De mint mondtam, mi ezt próbáljuk. Legalábbis én és a Máté is ezt próbáltuk nagyon kreatívan kezelni. Úgy, így került be egy krán az uszodába.
Egyébként azt bevallom, eddig ez a legnagyobb technikai trúvány, amit csináltunk, vagy az én kezem között született, az ez a kránt az uszodába és búvár. Tehát a búvár fát. Tehát, hogy ezt azért én nem gondoltam volna magamról, hogy most így mit tudom, én is megkérdezem másfél ember ezelőtt, hogy szeretnél ilyet csinálni? És így, persze igen, csak hogy egyébként ez hogy nem gondoltam volna, hogy tényleg ezt fogom rendezni, hogy akkor milyen tempóval menjen a víz alatti fárt kocsi. Az a baj ezekkel csak, hogy ezt elkezdesz ilyeneket csinálni, és látod, hogy működik. Tehát, hogy vizuálisan ezek nagyon működnek. Különösen moziba. Óriási a különbség egyébként. Ugye már rengetegszer láttam a filmet kicsiben, nagyobbba, hatalmasba, mindenféle állapotaiban a filmkész utómunka során, és hát ezek vásznon ütnek. Szóval tényleg nagyon-nagyon működnek ezek a beállítások szerintem, és ezek a kameramozgások. És utána tényleg így ültem a Máté mellett, és így mondtam neki, hogy a valamelyik vetítés, és mondtam, hogy figyelj, én már csak ilyet akarok csinálni. Soha többet nem akarok semmi más csinálni, csak ilyeneket. Én mindent kránról, mindent víz alatt, mindent. Mindent valami nagyon súlyos koreográfiával, és nem tudom, tényleg szóval, hogy ettől lesz mozi, és ettől nem tévé. De például ezt én el tudnám képzelni egy apokalipszis témájuk. Ha már itt tartunk. Tematikája, hogy nagyon sok ilyet ki tudnék találni. Van egy nagyon kedves ismerősöm, csajomról beszélek. Neki nagyon-nagyon tetszik az, amikor látja például az Armageddonban azt, hogy ilyen nagyon epikus zenére, lassított felvétellel jönnek a Bruce Willis-ék kurva menőn. Jaha. És mondta, hogy amíg él, ő biztosan csinál egy olyan filmet, amiben lesz egy ilyen jelenet. El nem tudja képzelni, hogy ez milyen környezetben tudna működni, valószínűleg valami hasonlóban, mint amit te is csináltál, hogy film a filmben. De mondod, hogy ő mindenképpen egy ilyet szeretne. De figyelj, ez egy ilyen nagyon ilyen jól ismert snit. Tehát, hogy ezt ma már ja, hát persze, látjuk, csak, volt az persze, az apukás vígjáték, tudod, és amikor jönnek az apák a babakocsikkal. Persze, ez csak, hogy ez a lényeg, hogy ezt valahogy úgy kreatívan használni, hogy nem az elcsépelt módon, ahogyan ez létezik. Az a vicces ezekben egyébként, hogy ezek mindig működnek. Ezt nem tud túl sokszor csinálni. Egész egyszerűen beraksz egy olyan képet, hogy kamera irányába, tehát felénk jön X mennyiségű ember lassítva, és bármit alárak zenét, valahogy az mindig nagyon hősies lesz, és pláne még egy picit alájuk szemmagasság alá, kicsit rá is mozog, szóval, hogy és mondjuk kicsit jöjjön mögülük a fény. Szóval mindegy, szóval, és akkor ezt így lehet. És fénybeverést ismeri esetleg, és lens flare. És mint tudják, azt mondja, utólag is rá lehet rakni, nem kell vele szarakodni a forgatáson. Elképesztő, hogy a fényelésen mi mindent meg lehet oldani. Brutális. Én marhára kívánom neked, hogy rendezz posztapokaliptikus senki földjét. Én bírnám. A-ból B-be és B-ből A-ból. Csak tényleg ne ez legyen a dramaturgia, mert a film alap visszadobja. Nem, ezt én ilyen nem mernék beadni, az az igazság. Orsi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagy Pál Orsit, a Nyitva című film rendezőjét hallottátok. Hát én köszönöm, hogy itt lehettem. Menjetek moziba. Mindenképpen. Ez volt a harmadik 3D. Pion Istvánnal. És Mucsics Kalászóval. Egy hét múlva pedig egy újabb adással jövünk. Sziasztok! Sziasztok! A kulturális podcast.